A Zsidó Kultúrkör megtartotta hagyományos húsvéti gyermekkoncertjét, melynek keretében a 4-től 16 éves korosztály mutatkozott be. Az Óbecsei Városi Színház színpadán mintegy 230 néptáncos lépett fel, és hogy milyen nagy volt iránta az érdeklődés, ennek legjobb mutatója az, hogy a belépőjegyek már a fellépés előtt néhány nappal elkeltek. Ennek az eseménynek az elsődleges célja, hogy bemutassa a néptáncot, a néptánc hagyományokat, a népdalokat, a népzenét, valamint, hogy ide vonzunk minél több gyereket és fiatalt, hogy csatlakozzanak együtteseink munkájához, és remélem, hogy sikerült elérnünk ezt a célt. Úgy gondolom, hogy a Gyidó egy erőt képvisel, elsősorban az óbecsei szerb közösség erejét, de természetesen mi tiszteletben tartjuk barátaink a Petőfi Kultúrkör munkáját is, akikkel együttműködünk, és meg is fogjuk hívni őket a Nemzetközi Néptánc Fesztiválra, valamint közös erővel próbálunk egy remek magyarországi néptánc együttest Óbecsére hozni. El kell mondanom, hogy ez alkalommal azért nem hívtuk meg őket, mert ez a húsvéti gyermekkoncert elsősorban a szerb néptánc csoportok bemutatója volt, és remélem, hogy emiatt nem sértődtek meg. Hangsúlyozom tehát, hogy ez az esemény elsősorban a szerb népzene és néptánc promóciója volt, mellyel szeretnénk minél több leendő néptáncost bevonzani. A program egy részében vendégek is felléptek, a Tárcsói Neolit Kultúrkör, a Nagybecskereki Gyergyev, a Bács-Fekete-hegyi Cár Dusán Szilni Kultúrközpont, a Moholi Novák Rádonics Kultúrkör, valamint a Bácsföldvári Gyerám Kultúrkör néptánc csoportjai. A középső gyermeknéptánc csoporttal érkeztünk, és két koreográfiát fogunk bemutatni. Számunkra ez az esemény egyfajta felemelő érzést és egészséges versenyt jelent. Ugyanis, amikor a nagy, az ismert és elismert Gyidó meghív bennünket Óbecsére, mindig van bennünk egy versengési vágy, hogy elérjük őket. És ez alkalom arra, hogy számunkra is kiderüljön, mennyit kell még dolgoznunk, hogy a nyomdokaikba léphessünk. De minden alkalommal, örömmel és boldogan jövünk. Mi a házigazdáink az Óbecsei Gyidó Kultúrkör szívélyes meghívására érkeztünk a legfiatalabb néptánc csoportunkkal, akik egy koreográfiát mutatnak be, valamint a népdalénekes csoportunkkal, akik három dalt adnak elő. Mi most először lépünk fel Óbecsén, bár együttműködésünk a kultúrkörrel már bizonyos ideje tart. Igazán akkor bontakozott ki, amikor mi meghívtuk őket Kishegyes község Szent Száva napjainak rendezvényére, amit Bács-Fekete-hegyen tartottunk. Most pedig ők visszahívtak bennünket erre a gyönyörű rendezvényre. Úgyhogy nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy ma itt lehetünk. Mi két néptánc csoporttal érkeztünk Óbecsére, egy idősebb és egy fiatalabb gyermekcsoporttal. Az idősebbek Leszkovác környéki táncokkal mutatkoznak be, a fiatalabbak pedig piroti néptáncokkal. Az együttműködés a Gyidó Kultúrkörrel már hosszú évek óta tart és remek, és bár először vagyunk Óbecsén, nagyon jól érezzük magunkat. A húsvéti koncert előtt a résztvevők felvonultak Óbecse központjában, így azok a nézők is, akik a korlátozott hely miatt nem vehettek részt az eseményen, legalább élvezhették a díszes és sokszínű népviseleteket és a legfiatalabb néptáncosok mosolyát. A playoff negyed döntő első meccsén elszenvedett 5-4 arányú vereség után a Becsei a visszavágón hazai pályán 5-4-re legyőzte Konyárnék csapatát. A múlt szombaton lejátszott meccsen a tiszaparti fiúk már az 5. percig 4-0-ra vezettek. Az első gól a 2. percben született Novákovics asszisztenciájával Jovanovics révén. Mindössze 10 másodperccel később Novákovics talált hálóba. Az eredmény 2-0. Az 5. percben Golub a csapatkapitánynak Korácsnak továbbította a labdát, aki belőtte a 3. gólt. Majd ugyanebben a percben Stanojevicsnek is sikerült feliratkozni a gólszerzők listájára. Az első gólt a házigazdák Bosznicson keresztül szerezték meg, aki a 8. percben 4-1-re csökkentette a vezetést. Majd Gyugyics a 12. percben felállította az első félidő végeredményét,
a 4-2-t. A második félidő 25. percében Gyújics ismét betalált a Becsei hálójába, 2 perccel később pedig Stanojevic 5-3-ra szépített. A meccs végéig a belgrádi csapat gólszerző listájára Bosznicsnak sikerült még egyszer feliratkoznia, felállítva így a meccs végeredményét, az 5-4-et. Amivel elégedett vagyok, az a győzelem és a mérkőzés első 5 perce. A többivel egyáltalán nem vagyok megelégedve. Olyan érzés volt, mintha az első 5 perc után egy teljesen másik csapat lett volna a pályán. Minden olyan ránk jellemző dolog, amit mindig is csinálunk, most teljesen összekavarodott. Az első 5 perc után valójában arra törekedtünk, hogy élve megússzuk, hogy túléljük ezt a meccset. Olyat tettünk, hogy a készmérkőzésből csináltunk egy olyant, hogy küzdenünk kellett az utolsó pillanatokig. Ezen kívül 2-3 játékosom meg is sérült, úgyhogy nagy problémákkal nézünk szembe a következő meccs előtt, de majd kiderül, mi lesz.